Na, sziasztok, folytassuk is tovább ebben a nagyon fura világban, ez a Tube Electric, amit hát még kevésbé szívelek, mint az előzőt, szóval ha azt hittétek, hogy a játék nem tudja hova tovább fokozni azt, hogy mennyire idegesítő tud néha lenni, akkor hát most csak majd figyeljétek meg ezt a pályát. Itt főleg itt a flipperes résznél lesznek gondok, most el is mentem. Hogy innét kijutni, tehát szinte lehetetlen, tehát ezt meg tudom mondani nektek, hogy ez oppáré, na ilyen gyorsan sem sikerült még kijutnom innét, megint elmentem. Tehát a lényeg, hogy itt totál random behatások érnek téged, és szinte semennyire nem tud irányítani a karaktert, össze-vissza pattogsz a flipper gombák és karok között, és egy igazi kínszenvedés ott tovább jutni. Most tényleg iszonyatosan nagy hatalmas mákon volt, hogy tovább jutottam, mert összintem elmondom, itt már volt egy tesztfelvétel, és majdnem 10 percet tököltem, míg ott végre nagy nehezen sikerült valahogy tovább jutnom, de hát most mákon volt, úgyhogy úgy tűnik ez a felvétel, ez most meg lesz tartva. Jó, itt lassan tovább esek, láthattátok ezeket az új ellenfeleket, amik szintén követnek, viszont legalább nem respawnolnak, tehát ma odáig eljutott a játék, hogy azért nem csesz ki veled, és ezek ilyen fura szemgolyók, amiket ilyen elektromosság övesz, tehát több szempontból is érdekesek, mit tudom mondjak, és ezzel azért észre is soha nem tudtam, hogy oda hogy kell feljutnom, tehát talán kell lőnöm itt valamit, vagy tehát vagy gondolom, hogy Ürdünk elmondja nekem, hogy mégis mi a pálya, hogy hogyan tudok ott tovább jutni, mert erre soha nem jöttem rá, hogy ott mit kell kilőnöm, mit nem, van-e valami titkos rész, mert láthatjátok, hogy mi is lehet igazából. Na minden, jó, hát akkor megyek tovább, most nem tudok mit csinálni. Gyorsan kilövöm ezeket a dolgokat, hogy a répa azért meglegyen. Felveszünk pár... Ja, gyémánt van, hirtelen azt akartam mondani, hogy lőszer, de hát látszik, hogy mennyire régen játszottam ezzel a játékkal. És igen, ez a Tube Electric világ, amiről korábban meséltem, és említettem, hogy ez a neve. Ez ilyen nagyon fura, tehát itt láthatjuk ilyen magmók... bocsánat, egy kicsit bele lögtem a mikrofonba, szóval itt ilyen audio magnók vannak, meg ugye az egész ilyen flipperes világ, tehát ezt lehet mondani, hogy ez egy kicsit ilyen elektronikus, ilyen, nem tudom, elektronikus világ, tehát ezt így tudnám röviden összefoglalni. És tökre tetszik, hogy ott ugye, akinek volt régi magnója vagy hifírje, ott voltak ilyen template hangbeállítások, és általában mindegyiket ilyen, tehát attól függ, hogy milyen kiemelést használtunk, azt ugye a cégek azok ilyen zenes stílusok szerint nevezték el, tehát rock, metal, pop, klasszikus, nem tudom, úgyhogy tehát nekünk például ilyen hifi volt, és itt látszik a háttérben, hogy ez az Epic Magno, és három van kirakva, azt hiszem a rock, a metal és a jazz, hol mindjárt megpróbálom mutatni, hogy ilyen rock, pop, jazz, és pont a jazzre van állítva a Magno, tehát így vicces, hogy még erre is gondoltak a készítők, azt a répát, azt ügyesen fölveszem, és ha jól tudom, ott oda, aha, ide be tudunk jönni, és akkor itt van egy ilyen kis titkos rész. Itt viszont nem tudom, hogy itt van-e más is, de hogyha jól emlékszem, itt nincsen. Jó, nincsen. Akkor ezt nem tudom, miért rakták be a készítők, biztos meg akartak viccelni engem, hogy majd itt, ott van még valami, pedig nem, és itt elmentem, itt ugye a gyémántokat felszedni. Na, tehát erről beszéltem, szóval a gyémántokat felszedni, az érdekes kihívás a játékban. Ezt csak így tudjuk normálisan megcsinálni. Na, meg tudom felszedni a maradékot? Pont sikerült, király, jó, oké, akkor ez is sikeresen abszolválva lett a játékon belül. Na, majdnem megvolt a... Oké, azt az alsót kilőttem, most már csak oda is kéne jutnom. Egy ilyen flipperes baromság még mindig. Hú, ott szerencsére beakadtam ott a sorokból, mert itt pont így még el tudtam érni ezt a részt. És igen, vannak ilyen ventilátorok is, amik folyamatosan a levegőben tartanak minket, itt közben elmentem, mert ugye egy gyémánt is megvan már. Úgyhogy ez egy ilyen kis érdekes világom. Ugye a dizájn tetszik, csak mondom, ez itt is lesz egy ilyen hülye, gyökér, flipperes rész, tehát az, ami soha nem jött be annyira, de azon kívül egy kellemes kis világ, úgyhogy... véletlenül az izére maradt a fegyverem, a... Ja, közben kilőttem véletlenül egy technóst is, a zsír, szóval a fagyasztást hagytam benn, pedig nem az kellett volna. Lassan kéne újra bombát szereznem, mert már fogytam volna a lőszer. Kaptunk egy kis upgrade-et, ami már megvolt igazából.
Jó. Na, leérkeztünk, és akkor itt szintén mentek. Most sokat fogok mentem, mert sok ilyen könnyen kiadható rész van. Jó. Meg volt, nem tökölök ott a kapunál, vagyis a kapunál. Ez az időkapura ránéztem, és azt mondtam ki, pedig azt a rugós baromságot akartam mondani, hogy ott elég érdekes lehet tovább jutni, hogyha nem hoznék a kungfurúgását a Spence-nek, mert akkor ott is egy ilyen 2-3 percet elcseszünk, mire ott össze-vissza pattogunk, és egy ki nem jutunk a végében. És ez egy nagyon hát ilyen pixel perfect jumpot kell végrehajtani, hogy sikerüljön itt tovább jutnunk, de most ez szintén is elsőre sikerült, úgyhogy most kicsit dagad a májam, hogy azért sok mindent nem felejtettem a Jazz Jackrabbit 2 végig, korai végigjátszásokból. Megnézem, hogy hát, ha van itt valami, amit ki lehet hagyni, de úgy tűnik, hogy nem. És két ilyen nagyon egyszerű dolog, hogy ezeket egymás tetejére rakjuk, és akkor könnyebben el tudjuk írni. Ezt persze el tudom írni most is. Ugye Jazz-zel kéne most ott felkungfúznunk, de hát nekünk van egy ilyen bombánk is, úgyhogy az meg hasznos. Tessék, Spence megint mutatta a különleges képességét, meg hogy mennyire hasznos. Na, kungfúrúgozom ezt a... Hoppá, technősseggel megsebzett engem. Felveszem, ó, kaptunk egy sugárást be, minek, mert itt van már a pálya vége, tehát lehet látni ott is. Szintén kéne a bomba. Igen, ezt fogom sokat használni, mert tényleg ez egyik leghasznosabb fegyver a játékban, a Fast Fire-ös gyors tüzelésen kívül. És jó, hogy itt összeszedtem a sugárást, és pontosabb, hogy összegyűlt, mert hát így gyorsabban ki tudtam ütni a dobozokat, és kész is a Bungalow című pálya. És most jön az utolsó ebből, ugye mindegyikből kettő van. Ez már egy kicsit kihívóbb, és kevesebb ilyen idő veszteséges rész van, ezt már jobban szerettem, itt főleg támadni kell most sokat, még elég pofátlan módon vannak elhelyezve az ellenfelek, de ezt majd úgyis látni fogjátok. És szintén tetszik, hogy ez is ilyen szintén sötét jellege van ennek az egésznek, és itt ez az ilyen villódzó kis koszkák segítenek abban, hogy jobban tájékozódjunk a sötétben. Igen, ott kicsit ott nem tudom, mi történt, tehát annyira gyorsan történtek a dolgok, hogy most hirtelen azt sem tudtam, hogy mi van. Na, ki is lőttem őket, kis zsírkire. Na, és akkor most kinyírom a rohadt teknőst. És most felveszem a... Oké, megvolt. Ott be tudtam menni a falba, azt hittem, hogy ott ilyen titkos rész van, de aztán kívül sajnos nem. Na, van a pot, nem sikerült most megfordítani, pedig néha ezt is sikerül. Mert a köcsök teknőst, ez ki... Na, most egy kicsit később, és vártam volna, akkor most egy szép kombó lett volna, de most nem jött össze. És akkor itt van egy répa, azt felszedjük, itt van még egy répa, azt szintén felszedjük, és akkor itt úgy van, hogy itt pont a középső rugót kell eltalálni az, hogy tökéletesen tovább tudjunk jutni, mert ha nem találjuk el, akkor csak így össze-vissza pattogunk a nagy semmiben. És itt is teljesen máshol kezdünk, mint Jazz, szóval ez is egy olyan pálya, hogy két eleje és két vége van. Jó, az egyik gyémánt meg lesz szerintem így. Gyerünk, föl tudjuk szedni még. Úgy, megvan, oké, már csak egy van. Bocsánat, hogy ennyit mentek, és nincs gyors a módja, hogy a quick save-elésnek, de csak így tudom a maximalistást a lehető legjobb értékben tartani. Na. Gyere, hülye szemgolyó. És így is ki tudom nyírni, úgyhogy elmentek megint. Why not? Azért van. Tetszik, hogy ezt a mentési rendszert berakták. Na, még jó, hogy mentettem is előttem, mert most ott a platformból szívtam volna a fogamat, hogy jaj, mert megint kihagytam valamit. Hol van a többi gyémánti az ott? Oké, megvan. Úgy tűnik. Megvan, mehetünk is tovább. Ott van még két pénzérme. Azt... Hogy is tudom felszedni? Ezt talán úgy, hogy innét átugrok úgy, és is szintén fogok egy kungfurúgást használni, és inkább sebződjek meg, mint hogy a ti időtöket vesztegessem azzal, hogy ott ezt visszapattogok a nagy büdös semmi közepén, és próbálok kijutni. Tehát egy ideig vicces a játékban, de amikor így túl használják, akkor annyira nem. Ott már látszik, hogy ott már a szemgolyók azok már követtek engem. Itt háromat is beraktak, tehát így... Hú, tehát erről beszéltem, hogy nagyon pofátlan módon vannak elhelyezve az ellenfelek. És ellenségek pontosabban.
Na, jó, oké, felszedtem. Na, akkor vegyük fel ezeket a sok kedves dolgokat, köztük a pénzérméket. Igen, most is szintén beakadunk. Annyira beakadtunk konkrétan, hogy a játéknak fel se tudta fogni így a hang modulja, hogy most mennyit pattogtunk, tehát ott az a egy blokk közti, tehát konkrétan nulla blokk hely volt ott. Hoppa, megint megsebződtem, de ez még belefér. Na, ki tudom így, nem tudom ki, ő megtölt sebezni, de én nem tudtam kinyírni. Kedves a játék, mondhatom. Az ilyet annyira nem szeretem. Jaj, na akkor, így ezt mentek, már elég sok helyig eljutottam. Na, itt meg rossz oldalon álltam sajnos, de már meg vagyunk, az a lényeg. Itt megint kirobbantjuk ezt, kell egy lángszóró majd. Ami itt van, már jó sok fegyver van, és még mindig nincs meg az összes, hogyha jól emlékszem, mert még ez egyik ilyen lézerlövő még hátra van. Oké, tovább megyünk. 18 pénzem van, nem tudom mennyit kell összeszedni, és már nagyon rég nem játszottam ezen, szóval nem vagyok benne biztos, hogy most kivételesen össze fogom tudni gyűjteni az összeset. Na, eltalálom, jó, hogy eltaláltam. Na, nem, úgy, hú, ez szoros volt. De megvan. Nem. Úgy kilőjük. Szép. Oké, akkor megint visszaváltunk most szépen. Időzített bombára. Úgy, ezek kellenek. Ezek nem, azért lövöm ki jó sok finom pontért. Nem itt annyi szükségem lenne a pontokra, de vicces őket gyűjtögetni. Kíváncsi vagyok, hogy megdöntöm a régebbi rekordjaimat, ami összétem mondom, már nem tudom mennyit. Tehát korábban mondtam, hogy ilyen 1 millió pont környékén szoktam végezni, de hogy konkrétan mennyi volt a rekordom, arra már soha nem emlékszem. Ugye a régi gépemen voltak ezek a dolgok elmentve, de hát az a régi gépem már olyan szinten nagyon rég nincsen meg, hogy na, majdnem meg volt. Itt igen, itt a flipperkoron keresztül kell tovább jutnunk. Ugye az a lényeg a flipperkornak, mint hogy a rendesnek is, hogy minél távolabbi végét használjuk a magához a karhoz képest, annál messzebbre tudunk jutni vele. Ja, itt ez csak a kiárat van, nézzük. Ó, oké, összejött, király, akkor még maradt is öt pénzen, fölveszik a finom lilaszőlőt, meg a, nem tudom, volt az hirtelen alma talán. Oké, kaptunk egy életet is. Ó, ez tetszenek azok a neon fények, amiket használtak ott a... Na, itt tovább tudunk jutni? Nem, jó, akkor menjünk át itt ezen a csatorna rendszeren. Nem, ez baraszk volt ezek szerint, ez is baraszk, mert a paradicsomnak általában ritkán szokott narancsárga színe lenni. Na, itt most hogy tudjak tovább jutni, hogy most itt valamiért. Na, jó, hát akkor robbantok szerintem, az a legegyszerűbb. Úgy. Sőt, hát ez konkrétan a leggyorsabb megoldás, úgyhogy ez jó tudni, hogy a bomba is hat rá, most hirtelen ez sem volt egy fejemben. Amúgy jó rég volt Jazz Jacobit 2 felvétel, úgyhogy most lehet az is, mert egy kicsit rosszabb a játék a szokásoshoz képest pontosabban. Úgy, egy kilővel, ott a másik is király, meg van a Fast Fire is. Van egy sugárásom, gyorsan is mentem, mert szerintem itt lesznek ellen, aha, ott van egy ellenfél. Köcsöget ki is. Az exit előtt még pont meg tudtam fordítani a karakteremet, és pont nem sikerült így tovább jutnom. Ezért jó, mert itt föl tudom megvenni pár gyémántot. És ennyi. Hát akkor, hát mivel az elején elég gyorsan tovább jutottam, mákon volt, úgyhogy végül nem tököltem annyit ezen a része, mint amennyit amúgy szoktam. És hát ez a kedvenc pályán, tehát itt erre nem tudok mit mondani, ez a két következő rész, ez csak szuperlatíva szok, tehát ez az igazi Jazz Jacobit 2 eszencia innentől kezdve, tehát innét jönnek a legjobban megdizájnolt pályák és a legötletesebb ellenfelek, illetve a leghangulatosabb részek és persze a legjobb zenék is, úgyhogy aki eddig követte a Jazz Jacobit 2-t, az most duplán kövesse, mert tényleg ennél jobb, tehát ez lesz az igazi Jazz Jacobit 2 rész, tehát innentől kezd bedurulni a játék, és innentől kezd úgy igazán jó lenni a játék, úgyhogy mindenkinek ajánlom a további részeket, mert remélem ez most nem volt annyira unalmas, úgyhogy találkozunk a következő epizódban, sziasztok!